Szeretettel köszöntöm a stúdióban Sándor Balást, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt ajkai. Én passzivistának szoktam nevezni, de képviselőjét inkább. Most már, képviselő. Most már kijár a képviselő úr is, mert hogy a legutóbbi június 9-i választáson ugye bejutott a, ha nem is a parlamentbe, de a helyi képviselő testületbe. És ha jól tudom, már pedig jól tudom, mert az imént mondta, éppen a polgármester urakkal tárgyalt itt a Városházán. Milyen hangulatú volt ez a megbeszélés így a kampány után? Köszönöm szépen a meghívást. Jól sikerült nagyon az elmúlt pár hónap, csak úgy, mint ez a mostani megbeszélés is. Nyitottak voltak az ötleteimre, jókedélyű volt a beszélgetés, barátságosak voltak velem, üdvözöltek a Városházán, úgyhogy én bízom benne, hogy a következő 5 éves együttműködésünk is ilyen pozitív lesz. Na, remélkezve megvetették egy hosszú együttműködés alapját, mert hogy a kampányban voltak mindenféle villongások, de spongja rá szerintem. Milyen ötleteket vezetett elő, akkor rögtön hadd kérdezzem meg, mi az, amit pozitívan fogadott a városvezetése? Fölveszünk videóra, hogy ne lehessen később letogadni. Amiben azonnal egyet sikerült értünk, az a részvételi költségvetésnek a fontossága és ennek a bevezetése. Meg is egyeztünk így róla, hogy 2026-ra várhatóan fogjuk elindítani, tehát most még kell egy kis idő, ameddig kialakítjuk az intézményi struktúrát, majd így kitaljuk a pontos szabályokat, de nyitottak voltak az ötletre, és mondták, hogy nagyon jó ötletnek tartják, és szívesen belecsatlakoznának. Úgyhogy úgy néz ki, hogy ez el fog indulni majd a városban hamarosan. A másik ilyen pedig az éjszakai szórakozóhely, amiről szintén beszéltünk. Ez a töltsük meg a város tartalommal szlogen mögötti rész, és az éjszakai szórakozóhelyekre nem kapott olyan return-t, hogy de hát ez üzleti. Pontosan mi ezt így tervezünk, tehát nem én szeretném, és nem az önkormányzatot szeretném kérni, hogy hozzon létre egy szórakozóhelyet. Ez befektetési, vállalkozói, piaci alapon fog működni, az önkormányzat maximum támogatást tud ebben nyújtani, kedvezményes helyiségbérlet, vagy adóelengedés egyik időre, tehát ilyen jellegű kedvezményekre tudjuk bocsátkozni az önkormányzat, nem mi fogjuk létrehozni, ezt teljesen nyilvánvaló. Ezt örömmel hallom, nem is lenne piackonform ez a dolog. Pedig nagyon viccesen, hogyha lenne egy Ajka város önkormányzat által üzemeltetett szórakozó hely. Végül is én nem tudom, de Nyugat-Európában, Ausztriában például, de talán Németországban is, minden városház alatt van egy kocsma, úgy emlékszem. Tehát az, arra hangsúlyt fektetnek a ottani képviselők, hogy a nehéz testületi ülés után legyen hová visszavonulni és folytatni a beszélgetést, levezetni a feszültséget. Múltkor voltunk kint látogatáson az Európai Parlament brüsszeli épületében, és aki már járt ott, az tudhatja, hogy az épület előtt közvetlenül van egy nagy kör alakú tér, és azon a kör alakú téren tele van kocsmákkal. Minden, ami éjszaka ilyen zenés táncos szórakozó helyi alakul, és akkor a brüsszeli politikai elit, illetve a bürokratikus dolgozók ott fognak szórakozni minden este. Tehát benne az ülésteremben, hogy a régi jó magyar szokás, ütik, vágják egymást, aztán kimennek és együtt levezetik a feszültséget, és megmutatják, hogy a politika és a magánélet az két különböző dolog. Mi volt még, ami esetleg volt, ami visszautasításra találta? Vagy visszaadták meg gondolásra? Visszautasítás semmiképpen nem. Kaptam néhány jó tanácsot, hogy hogyan érdemes majd elkezdeni a képviselői munkát, meg hogyan álljak hozzá egyes ügyekhez. Megköszöntöm ezeket a tapasztalatokat, mert új képviselő vagyok, nekem is új ez a helyzet, úgyhogy ezeket hasznosnak fogom vélni, illetve az elkövetkezendő projektekről beszélgettünk még, amik így már le vannak ütve, nem tudom, nagyobb beruházások, fejlesztések, hogy ebben hogyan tudok becsatlakozni, miben tudok majd segíteni, és hogyan fogunk tudni úgy összességében együttműködni. Úgyhogy most kaptam egy ilyen átlagos fejtegítést arról, mondjuk ez negatívan hangzik, inkább tudásátadást arról, hogy milyen projektek zajlanak most a városban. Hát nyilván ez nem egyszerű dolog, egy félig meddig kívülőjövőnek könnyebb dolga van, azt akarom mondani annak, aki 5-6-10-20 éve követi a város fejlesztését közelről, sőt döntéseket is hoz benne, de ön számára nem riasztó egy kicsit ez a feladat, vagy úgy belegondolt már, hogy húha, októbertől képviselő leszek, havonta egy testületülés, bizottsági ülések, át kell rágni magam egy csomó anyagon, döntéseket hozni. Új helyzet, de erre vállalkoztam, és nagyon lelkes vagyok ez ügyben. Van nagyon sok ötletem, amit szeretnék majd átvinni. Kaptam ebben segítséget, hogy mivel kit kereshetek, úgyhogy összességében ez nagyon jól kérték, és nem félek az előttem álló kockázatoktól, meg kihívásoktól. Hát ezt örömmel hallom, és kit lesznek esetleg a segítői ebben a dologban? A MKKP
kampánynak nem csak a helyi képviselő vagy segítőire gondolok, hanem esetleg országos szintű szakértői hálózat van-e a kutyapárt mögött? Igen, 2022-ben kezdtük el kialakítani a kutyapártnak a tudásbázisát a háttérből. Van egy igazgatási munkacsoport, aki különböző jogszabályokkal, közigazgatással, politikai döntés előkészítéssel foglalkoznak, illetve ami még ide vonatkoztatható, az ugye említettem már a részvételi költségvetés bevezetését. Ugye az Európai Parlamenti lista vezetőnk, Lé Marietta hozta létre a budapesti részvételi költségvetést, és igazából ő teremtette meg a fővárosban ezt az egész részvételiségi irodát és osztályt. Ő segítségünkre van az ajkai részvételi költségvetés megalkotásában is. 3 hete most már talán, hogy találkoztunk utoljára, és akkor beszéltük át a struktúrát, hogy hogyan alakítsuk fel és hogyan építsük ki, de akkor lehet, hogy ez lesz most így a nagy kellemes meglepetés, és akkor itt a nyilvánosság számára ezt így előhozom, hogy várhatóan szeptember közepén fogunk tartani a városba egy konferenciát, ahol Marietta is ott lesz, illetve Magyarország legnevesebb részvételiséggel foglalkozó szakemberei, és akkor itt tartanak egy kerekasztal beszélgetést arról, hogy miért fontos a részvételiség, meg gyakorlatban ez mit jelent, és azon az alkalomban be is fogjuk mutatni az ajkai részvételi költségvetés javaslatunkat. Erre meghívják, gondolom, a helyi önkormányzat képviselőt. Az országgyűlési képviselőnket is, civil szervezeteket, a nyilvánosságot és a sajtót is szeretettel várjuk. Tehát egy nyílt sajtónyilvános esemény lesz a konferencia. Hol tervezik a helyszínt? Gondolom a kampuszon. Nem, első körben a művelődési központot szeretnénk felkérni a helyszín lebonyolításához. Van arról valami információ? Gondolom van, csak esetleg nem túl hajszál pontos, hogy az országon a Magyar Kétfarkú Kutyapárt képviselői hány helyen kerültek be, mondjuk ilyen nagyságrendű városi testületekben, mint Ajka? Az országban összesen 50 mandátumot vehettünk fel az választások eredményeképpen. Ugye benne vannak a 12. kerületi képviselők, akik egyéniben nyerték meg, és ők vannak 10 nagyjából, illetve Kovács Gergő polgármester lett, de számos budapesti kerületben, illetve ha jól sejtem, akkor nagyjából 20 vidéki városban van önkormányzati képviselőnk, köztük Ajkán, Veszprémben és Vöröstón, ami itt van Veszprém megyében. Igen, említette Kovács Gergő nevét, hát ha figyelem az országos sajtót, és úgy tűnik, hogy elég sok, hogy is mondjam, negatív lépés történik már a 12. kerületi önkormányzatban, amit majd ő nem győz majd helyre tenni, illetve valamit nem is lehet. Tehát itt Ajkán felderített hasonló eseteket, hogy mondjuk a önkormányzat, hát meg nincs oka olyan döntéseket hozni, hogy majd lelépünk, és utána lesz, ami lesz, mert nem lépnek rá, hanem nagyjából folytatják tovább. Tehát itt tájékozódott Ajkán a gazdaságügyek? Igen, pontosan ezek a helyzetek a kulcs, hogy a 12. kerületben egy teljes klaviatúra váltás jön, az összes képviselőt lecserélik. Itt Ajkán marad minden a régiben, igazából én kerültem be új képviselőként és új pártként a testületben. Úgyhogy most ezt fogjuk majd elkezdeni ennek a munkának, és elkezdjük feltárni így a együttműködési lehetőséget a városban különböző gazdasági társaságokkal és civil szervezetekkel, hogy egy kicsit bemutatkozzunk egymásnak, és megkérdezzük azt, hogy miben tudunk mi majd segíteni, mert ez borzalmasan fontos lesz majd, hogy mi segítsünk az embereknek. Tehát, hogy ha valamilyen hétköznapi problémájuk van, akkor nyugodtan forduljanak hozzánk, és mi megpróbáljunk majd segíteni a helyzetükön. Igaz, hogy nyári szünetben sokan vannak szabadságon, elkezdtem ezt az ismerkedést a városi gazdasági társaságok, a önkormányzat gazdasági társaságának vezetőjével, gondolom elsősorban arról van szó, de nem árt ismerni a nagyobb cégek vezetőit sem, a fene tudja miért, de például a polgármesternek szerintem elég nagy címlistája van ebben a tehát jó az ismertség. Igen, múlt héten az ismerkedési folyamat elkezdődött, akkor találkoztam az AVÉP Kft. Vezetőjével, és beszéltünk arról, hogy mi a helyzet most Ajkán. Konkrétan akkor az új társasházépítésekre vonatkozóan arról beszélgettünk első körben, de ez a beszélgetés most folytatódni fog az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal, civil szervezetekkel, úgyhogy beszélgetni fogunk. Ja, szóval már elkezdte a munkát effektíve, bár ugye októbertől lép csak igazából akcióba. Még egy utolsó, egy személyes kérdésem lenne, hogy most tanul, ha jól tudom, egyetemen, Budapesten. Igen, most vagyok végzős hallgató a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, mester szakon, nemzetközi tanulmányok szakon fogok végezni. A tárgyaimat most már elvégeztem, most már csak a szakdolgozatomat kell megírnom és leadnom. Az Európai Unió külpolitikai eszközei. Hoppá! Igen, Európai Uniós specializáción tanulok, úgyhogy ez van most még, hát és utána az államvizsga, ami várhatóan
jövő április környékén fog lezajlódni. Tehát igazából nem zavarják a tanulmány az itteni. Nem, már nincsenek óráim, úgyhogy most már nem. Szabadon osztja be az idejét. Hát Sándor Balázs, köszönöm szépen, hogy eljött a stúdióra, remélem gyakrabban találkozunk most már városi ügyek kapcsán. Köszönöm a meghívást.